Köszöntöm a NOL Podcast adásának hallgatóit, én Angyal Eszter vagyok. Telefonon értük utol Buda Gábor rendőralezredest, a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjét, hogy beszámoljon nekünk az elmúlt hét eseményeiről. Szervusz Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szervusz, üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is. Gábor, történt az elmúlt héten olyan esemény, amiről feltétlenül szeretnéd tájékoztatni a NOL Podcast adásának hallgatóit? Igen, több bűncselekmény is történt Nógrád vármegyében, amelyek közül kettőt szeretnék kiemelni. Az első esetben egy 19 éves férfi segítséget színlelt, majd kifosztotta idős áldozatát. Egy Mátraverebében élő idős embernél 2023. december közepén jelent meg egy helybeli 19 éves férfi azzal, hogy pár ezer forintért tüzelőnek való tőkét visz neki. A szépkorú elfogadta a felajánlást, majd az elkövető által oda egy tizefert kifizette. A férfi a faárának átvételekor észrevette az idős ember zsebében a nála lévő nagy összegű pénzt, így felajánlotta, hogy a fát össze is fogja hasogatni. Az időskorú örömmel vette a fiatalember segítségét, azt azonban nem is sejtette, hogy az alkalmi munkaerőt nem a jó szándék hajtja. A fa hasogatása során ugyanis a 19 éves fiatal az időskoránál fogva nehezen mozgósért a zsebéből kivette 140 ezer forintot, majd azt eltette és elment. A Bátonyta rendőrkapitányság nyomozói a 19 éves mátraverebélyi férfit kifosztás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kialgatták és őrizetbe vették. Tekintette arra, hogy a rendőrök a férfi ellen számos vagyonelleni bűncselekmény elkövetése miatt folytatnak eljárást, ezért a nyomozók kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A másik ügyben több mint 1 millió forint értékben lopott el szerszámgépet Káló Bálteletén egy fiatalkorú, akit a pásztori rendőrök őrizetbe vettek. A 16 éves fiatal elkövető tudomására jutott, hogy egy Kálón esténként parkoló tehergépkocsiban több nagyértékű szerszámgép található, ezért elhatározta, hogy elviszi azokat. A járművet 2024. január elején meg is találta a településen. Nem volt nehéz dolga, ugyanis a tulajdonos nem zárta be az ajtókat, így könnyen bejutott az utastérbe. Kitörte a csomagteret elválasztó ablakot és közel 20 szerszámgépet, csavarbehajtókat, ütvefúrókat, flexeket, szerszámos ládákat, akkumulátorokat vitt magával 1 millió 300 ezer forint értékben. A lopott tárgyakat helyben tovább értékesítette. A fiú terhére több vagyonelleni bűncselekmény is felrőható, többek között felfeszítette a település egyik családi házának udvarán a mobilgarázs ajtaját, majd onnan fűkaszát és szerszámgépeket lopott el 400 ezer forint értékben. A pásztori rendőrkapitányság munkatársai elfogták és előállították a fiatalt, majd lopás bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, amely során beismerő vallomást tett. A hatóság tagjait őrizetbe vették, és több vagyonelleni és más bűncselekmények miatt indítványozták letartóztatását. Az utóbbi esettel kapcsolatban felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a leparkolt gépjárműveket soha ne hagyják nyitva, azokban ne tároljanak értéket, készpénzt. Az indítókulcsot és az autó papírjait soha ne felejtsék az autóban, mindig vegyék magukhoz és tartsák biztonságos helyen. Zárják be az ajtókat és húzzák fel az ablakokat, még akkor is az udvaron parkolnak. Ugye az elmúlt fél évben mondhatjuk, vagy akár már hosszabb időre is nyúlik ez vissza, nagyon sokszor hallottuk, hogy az internetes csalások száma egyre inkább kezd megnövekedni, és úgy tudom, hogy egyre többen is esnek valóban áldozatául az internetes csalásoknak, olyan módon, hogy az elkövetők különböző közműszolgáltatóknak adják ki magukat, és fizetési felszólítást hagynak meg, adathalász üzeneteket küldenek, vagy ilyen hívásokat kezdeményeznek a gyanútlan lakosoknak. Mire hívnád fel ezzel kapcsolatban a figyelmet? Igen, ez sajnos így van. Ha ilyen, vagy ehhez hasonló üzenetet kap, legyen résen, és mielőtt bármilyen linkre is rákattintana, győződjön meg róla, hogy valóban a szolgáltatójától kapta a fizetési felszólítást. A csalók már a nagy ügyfélkörre rendelkező szolgáltatók, például közmű, telekommunikációs kábel szolgáltató nevében is keresik a virtuális térben a leendő áldozataikat. Az elkövetők hivatalosnak tűnő adathalász e-mailekkel, hívásokkal, SMS-ekkel vagy egyéb online üzenetküldő platformokkal továbbított értesítésekkel próbálják meg az ügyfeleket a személyes vagy bankszámadataira megadására, illetve fizetésre vagy pénzátutalásra rábírni. Ezekben jellemzően adategyeztetésre, fizetési késedelemre, hátralék befizetésével kapcsolatos felszólításra szólítják fel az ügyfeleket.
A hivatalosnak látszó üzenetekben gyakran olyan linket rejtenek el az online bűnözők, amelyek a nagyobb szolgáltatók oldalának megtévesztésére hasonlító weboldalára irányítanak át. Itt a gyanútlan ügyfelektől kérik személyes, vagy bankszámla, vagy kártyarataikat, majd ezeket megszerezve a sértett számlájáról leemelik a pénzüket. Olyan is előfordult, hogy a linkre kattintva rossz indulatú szoftvert telepítettek a mobiltelefonra vagy számítógépre. Ne dőljön be ezeknek az üzeneteknek! A Nógrád vármegyei rendőr főkapitányság a Matrix projekt keretében az alábbiakra hívja fel a figyelmet. A szolgáltatóktól érkező e-mail tartalmazhat fizetési késedelemmel kapcsolatos figyelemfelhívást, de ilyen esetben legyenek megfontoltak. Ne kattintsanak meg gondolatlanul a levélben található linkre, és ne kezdeményezzenek fizetést a hátralék ihamarabbi rendezése érdekében. Legyenek különösen éberek, ha egy szolgáltató e-mailben, telefonon, SMS-ben bizalmas információkat, banki adatokat, azonosítókat kér, vagy azonnali fizetésre szólítja fel. Bankszámla adatait, banki azonosítóit ne adja meg automatikusan. Ellenőrizze a szolgáltató hivatalos csatornáin, hogy valóban onnan érkezett-e a levél, felszólítás és ennek tartalma valós-e. Amennyiben mégis bűncselekmény áldozata lett, hajléktalanul értesítse a rendőrséget, majd tegyen bejelentést a 112-es ingyenes segélyhívó számon. A rendőrség a Matrix projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online csalások felderítésére. Az internetes csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalon talál. Amennyiben a rendőrség kötelékében dolgozva aktívan kíván részt venni a kiberbűnözés elleni harcban, abban az esetben a Nógrád vármegyei rendőr főkapitányság állás lehetőséget kínál az érdeklődők számára, amellyel kapcsolatban bővebb információt kaphatnak a Nógrád vármegyei rendőrség Facebook oldalán. Érdemes tehát ezt a Facebook oldalt is felkeresni, ráadásul rendkívül sok tartalmat osztotok meg. Én követem rendszeresen a weboldalatokat. Nagyon köszönjük ezt is, és mindenkit erre kérek, hogy kövesse oldalunkat. A kommunikációk jelentős részét most már a rendőrség, ezt országos viszonylatban is állíthatom. A Facebook oldalon folytatja ezzel is nagyobb érdeklődési kört megszólítva. Igen, hát végül is ma már szinte mindenkinek van Facebookja, tényleg valóban ott tudtok talán a legtöbbekhez eljutni. Igen. Gábor, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót és a figyelemfelhívást, a tanácsaidat is, és jövő héten újra számítunk majd rád. Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra minden jót kívánok. Szervusz, Gábor.